gondoltam, hogy na most akkor kikerázom magam, és akkor elmegyek, akkor megmutatom, hogy a nagy magyar művésznő hogyan is néz ki egy gundelvacsorán. És az én férjem akkor még nem volt az, aki azt hittem, hogy most tehát tényleg hanyat dobja magát, mert addig nem látott ilyen nagy revűből, azt mondta, hogy te háborúba indulsz? Tehát a harci színeket minek kented föl magadra? Mielőtt jöttél, próbáltam belőled felkészülni, ugye mindenkiből próbálok felkészülni, hogy nagyjából mik a sminkelési szokásaid, hogy mennyire foglalkozol ezzel, és egy zsákutcába futottam. Nem véletlenül. Nem véletlenül? De miért? Mert én, amikor nincs dolgom, vagy nem megyek valahová, de ha megyek valahová is, csak nem olyan szép, illusztris hely, akkor én egyáltalán nem sminkelek. Semmit? Semmit. Amikor nagyon elengedem magam, és úgy vagyok vele, hogy hát ma adok a beautynak, akkor egy szempilla, spirál és egy szájfény. De ez azért van, mert nem érdekel, vagy pedig azért, mert ennyire jóban vagy az igazi arcoddal? Egyrészt nem érdekel. Másrészt, hát ezt dobta a gép, tehát olyan nagyon nem tudok mit kezdeni vele. Most azért sajnálni nem fogok. Nem tudsz velem részvételt kezdeni ezzel. De a legkomolyabb indokom az, hogy a színpadon annyit festem magam. Aha. Hogy amikor nem muszáj, akkor kizár dolog, hogy én ebből egy percet is az életemből erre szánjak, hogy bármiféle sminket tegyek magamra. De az időt sajnálod, vagy pedig így érzed, hogy egyszerűen szükséged van rá, hogy ne legyen semmi? Az időt is nagyon sajnálom, meg nem érdekel. Tehát, hogy én úgy, ez van, hát 48 éve ezt az arcot nézem, hozzászoktam, nem szoktam sminkelni egyébként, tehát tudom, hogy ha színpadra megyek, azért tudok jobban kinézni, mint mikor reggel belenézek a tükörbe, de elfogadtam, és jóba vagyok magammal, tehát hogy megtanultam magammal jól lenni. Jó, de hát gyakorlatilag hibátlan a bőröd. Tehát azért most így, ilyenkor mindig smink nélkül mindenkit fel tudok egy méter közelről térképezni, és hát ráncod is alig van, hát szinte akad, nincsen. Hát azért akad, hát ha szépen, nagyon nevetsz, de... igen, de az a csecsemőknek is van. Igen. De hogy nagyon-nagyon szép a bőröd. Tehát azért valószínűleg itt, hogyha problémásabb lenne, akkor lehet, hogy jobban rá kényszerített volna az élet. Biztos, hogyha ilyen nagy kráterek lennének az arcomon, vagy olyan májfoltok, vagy olyan, nem tudom, olyan dolgok, amik nagyon zavarnának, akkor biztos, hogy foglalkoznék többet vele. De az a része mondjuk a szépségápolásnak viszont valószínűleg érdekel, amitől ennyire jó állapotban van a bőröd, szép, tiszta, látszik, hogy ápolod. Tehát ha azt mondod, ez csak genetika, akkor tényleg sírva fakadok. Nem, van benne genetika is, de az arc ápolásra tényleg sok időt fordítok. Uh-huh. Nem sok időt, csak odafigyelek rá. Tehát soha nem feküdtem le sminkkel. Uh-huh. Nem tudtam olyan fáradt lenni, hogy az arctisztítás nélkül feküdjek le. Azon túl, hogy leszedem a sminket utána egy ilyen mély tisztító szappannal a tusolás közben az arcomat. És mikor utána végeztem a fürdéssel, akkor még utána vattakoronggal áttörlöm egy ilyen mély tisztítóval az arcom. Tehát úgy fekszem le, hogy teljesen tiszta, és akkor hidratál. De nem ilyen méregdrága krémeket használok, mert nem... Én nem gondolom azt, hogy attól jó egy krém, hogy iszonyatosan drága. Jó minőségű, hidratáló krém. Vagy, amikor úgy érzem, hogy egy kicsit strapásabb a bőröm, akkor hidegen sajtolt olívaolaj. Kézzel. Aha, vízes kézzel hidegen sajtolt olívaolajat föl, és akkor az így csinál a bőröm vele, hogy köszi, és így utána ilyen sejem érintésű az egész, nagyon jó. De akkor külön szemránckrém, meg ez, meg az... Vettem magamnak, tök szép, ilyen applikátorral, ilyen fém bunkóval lehet fölvinni és bemasszírozni. És mielőtt lefekszem, akkor jutott eszem, hogy nem használtam ma sem. Egyetlen egyszer sem. Sem este, sem reggel. És amikor a színházba mész és sminkelnek, akkor mennyire vagy hátlés a végeredményre? Semennyire, mert saját magam sminkelem. Tehát ott viszont mindig magadat sminkeled? Uh-huh. Tehát akkor tudsz sminkelni? Persze. Azzal nincs gond. Csak nem akarok. De mivel a színházban minden szerep másfajta sminket igényel, illetve ha a divákkal megyünk el fellépni, az is egy másfajta smink. De az ráadásul az egy az nagy csillám, smink, az egy nagy látványos. Műszempilla, strasszok, minden, tehát ott aztán minden van. Belefejelsz így a csillámba, és az rajta marad az arcodon. Na de ezt valahogy meg kell tanulni, tehát ez a fajta smink, ez nem az, amivel az ember születik, ezt nagyon sokat kell gyakorolni. Hát ez van benne néhány év a kezemben ilyetén, igen. Azzal azért sokat foglalkoztam. De nem otthon.
Tehát nem az volt, hogy otthon ültem a tükör előtt. De akkor tanultad meg, mielőtt színpadra mentél? Nem, hanem így nézegettem, hogy ez így most jó, ez most nem, ez a szemem így most nem néz ki jól, mert ott bezártam, ott meg nem ott van nyitva, ahogy lennie kellett volna. És akkor húztam egy másik hullámot, akkor az úgy jobb lett. Akkor a revű az megint egy egészen más, tehát ott tényleg a csillám mindent eltakar. Tehát ott raksz egy alapot, és utána, ha telecsillámod a fejed, meg a szád is, ugye, akkor készen vagy. Ha megkérlek, hogy csinálj egy sminket magadnak, de azt, amiről te mégiscsak azért szereted, amiről azt gondolod, hogy szépít, hogy jól áll neked, amit szívesen viselsz, mondjuk egy vacsorára. Tehát akkor ez egy hétköznapi smink. Igen. Jó. De most azt mondtad, hogy nem nagyon van hétköznapi sminked. Hát a hétköznapi smink akkor, hogyha el kell mennem valami olyan helyre, például egy vacsorára, amikor nem a férjemmel megyek vacsorázni, mert a férjem gyűlöli, ha sminkelek. Tényleg? Tehát ő utálja. Az azt jelenti, hogy szereti az arcodat. A szerelmünk hajnalán, mikor még szerettük egymást, ezt egyszer elmondtam, és utána megírták, hogy szakítottunk. Nem, ez nem így van, ez egy vicc. Amikor összejöttünk, akkor ő még a Gundelnek volt az igazgatója, és volt a Gundelben egy borvacsora. És gondoltam, hogy na most akkor kikerázom magam, és akkor elmegyek, megmutatom, hogy a nagy magyar művésznő hogyan is néz ki egy Gundel vacsorán. És az én férjem akkor még nem volt az, aki azt hittem, hogy most tényleg hanyat dobja magát, mert addig nem látott ilyen nagy revűbe, azt mondta, hogy te háborúba indulsz? Te harci színeket minek kented fel magadra? És akkor így rájöttem, hogy ő nem szereti, ha sminkelek. De te úgy indultok mondjuk el kettesben mondjuk vacsikázni, hogy te úgy, ahogy vagy, fogod, összefogod a hajadat, felkapsz egy csini ruhát, és mentek. És na, akkor tényleg annyi, hogy egy szempillaspirál és egy szájfény. Vagy amikor tényleg az, hogy menjünk el vacsorázni, de nem, nincs rá igénye. De ez jó. Hogy én atomsminkelve legyek. Tehát akkor tényleg egy ilyen nagyon könnyű alapozó, tehát a vastag alapot gyűlölöm, de egy ilyen nagyon könnyű alapozó, kis highlighter, esetleg a szemre valami kis valami, szempillaspirál és szájfény. Amikor a Csenge kicsi volt, ovis, ugye vittem óvodába, elzárt nem kell, mert a férjem viszi óvodába. Elzárt, tehát én egyetlen egyszer. Azt mondtam, hogy azt sem tudom, hol az óvoda. Persze délután én megyek érte, de hogy ez az ő rituáléjuk, minden reggel ő viszi az Erzát óvodába. De az jó, mert akkor lehet a legjobbakat dumálni. Nálunk is Dávidot az apukája viszi, és akkor olyan jött. Hát apa farkas, és Elza piroska, és akkor apa farkas, mikor beér az óvodába, akkor ő még mindig apa farkas, és egy kicsit szégyenkezve a többi anyuka előtt, hogy ő most így morog az egész óvodára, de hát neki morognia kell, mert apa farkas morog. De hát tehát Erzát nem, de Csengét még vittem óvodába. És láttam, hogy az anyukák, akik én nem is értem, hogy 8:30-kor hogy lehetnek kisminkelve. Én láttam, hogy így néznek rám, hogy hát ez azért a tévében nem így szokott kinézni, és egyszer így vissza is hallottam, hogy... És akkor egy picit elgorult a gyógyszerem, és akkor mondtam, hogy figyelj, te amikor 10 órakor este a másik oldaladra fordulsz, és már alszol, én még Tamásiban vagyok a színpadon. És nekem még onnan haza kell vezetnem, és én majd csak olyan 3 óra körül fogok lefeküdni, aludni, de a gyerekeinket pont ugyanakkor hordjuk az óvodába. Arról nem beszélve, hogy amikor mindenki a másik oldalára fordult, akkor még te tötött, amíg csillámban vagy. Igen, és nagy revűbe. Na, hát igen. De ez olyan, mintha két életed lenne. Egyébként igen, de... és megvan mindegyiknek a szépsége. Hát nyilván. Tehát én imádom azt, hogy fölkelek reggel, és nem kell ezzel foglalkoznom. Viszont amikor bemegyek a színházba, akkor egy másfél órával hamarabb megyek be az előadáshoz képest. Azért, hogy azáltal, hogy elkezdem magam kifesteni, meg az adott karakterre festem magam, mert van olyan, ahol keveset kell, van, ahol többet kell, amikor egy olyan nagy világi nőt játszottam például, akkor nagyon nagy. Szívem szerint most így gondolkodom, lehet, hogy inkább valami csillámosat szeretnék, hogy felrakjál, nem tudom, hova mész innen, de... Hát innen, hát nem az óvodába, de hogy így élném a hétköznapi életet egyébként. Jó, akkor csinálnod, úgy pedig azt nagyon megnéztem volna, hogy így szórod magadra a revűs minket. Hát az nagyon brutál, akkor a Marilyn Red, a vörös rúzs, és abban még piros csillám bele. És akkor van olyan, hogy strasszok. Van egy előadás, a Cinderella, amiben a Tündér keresztanyát játszom. Na ott, azon túl, hogy a csillámhegyek, még strasszok is vannak a fejemen. És azt is te csinálod. Igen. Jó, de hát akkor igazából ezt így kiéled. Abszolút. De én minden sminkelés iránti igényemet ki tudom élni. Na, Muti. Muti, mi van akkor, amikor nem a férjeddel, hanem csak valami úgy. Nagyon komoly üzleti vacsira, vagy mit tudom én, valami... Ami na nézzük, igényli. Ezek nagyon szépek egyébként, ezeket a sejem fényeket nagyon szeretem.
Tehát én, amikor sminkelek, akkor viszont szeretem, ha csillog. Az nagyon rendben van. Na, azt mondja, hogy itt vannak ilyen, de szépek ezek az esetek, és ezt tök jó használhatom. De azért vannak, hogy használd. Csodálatos. Úgy szoktam, hogy először egy ilyen világosat fölteszek. Tulajdonképpen ez egy ilyen kis alap a szemnek. Azért még nem vagyok ébred. De fényes. De fényes. Lehet mattal is, de akkor meg minek? Simán lehetne, de hát akkor májcra elkezdek sminkelni. Jó, de tündérkeresztelő civilben is tündérkeresztanyú. Csenge sminkeli már magát? Ő sokkal inkább, mint én. Igen? De te tanítottad? Vagy nem, tanít? Ő beauty videókat néz, és arról tanulja. Meg most együtt játszunk egy darabba, ami óriási dolog. Fú, az nagyon jó érzés lehet. És hogy készülöttök együtt? Az milyen a saját lányoddal készülődni egy fellépésre? Mellettem ül a öltözőben. És nagyon fura, mert ráadásul a lányomat játssza a darabban. És hát ez az egész próba folyamat egy ilyen föltől teljesen elrugaszkodott dolog volt. Mert ugye a színház az egy hierarchikus intézmény, tehát ott én azért egy elég jó helyen vagyok, a hierarchiában. Ő sehol nincsen. Na de hát ő de a gyerekem. És ő, mivel ebben a műfajban egyáltalán nincs benne, neki fogalma nincs erről a fajta hierarchiáról. Neki ott is az anyja vagyok. És amikor mondok neki valamit, de miért? Mert azt mondtam. És ha én itt azt mondom, hogy úgy van, akkor az úgy van, és te nem kérdőjelezed meg, hogy miért. És közben a darab legszebb dalát énekli el, meg a gyerekemként, az, hogy a gyerekem van velem egy színpadon, aki egyébként a gyerekemet játsza. Énekel úgy, hogy tényleg lefosom a bokámat, ordítva az okokba. De nem így ülsz. Nem ülök, vagy állok. Vagy állsz mellette a színpadon. Hallod? Itt az enyém. Patakokba folyik a könnyem, és nem tudok megszólalni. Hál' Istennek ez a helyzet. Tehát ebben a darabban, ezen a ponton ez a helyzet, hogy ne tudjak megszólalni. Én az alkoholista anyuka, aki életemben nem ittam semmit. Na mindegy. Arany? Aha. Igen, igen. Ahogy megyek előre a korba, úgy egy kicsit kezdtem így aranyossá válni. Pedig világ életemben a fehér arany, illetve az ezüst volt az, ami engem érdekelt inkább. És például a szemöldöködet, azt, mert látom, hogy nagyon-nagyon szépen van. Tetoválva van? Igen. Mert azt nem féltél? Nem. Mert azt nem lehet utána megváltoztatni. Hát jó helyre kell menni. Hát jó, nyilván. Egyébként nekem volt szemöldököm, tehát azon nem volt semmi baj. Csak hát már itt ott egy kicsit kopottas volt, meg nem mindig volt az a forma, meg, és mindig még azt is rajzolgatni, nem. És akkor ezt szépen megcsinálták. De nagyon szép, tehát én nem mondtam volna meg. Én nagyon szeretem. Most egy kicsit sötétebbet használom. Az is csillog. Igen, természetesen. De most nem akarok ilyen nagyon nagyot. Olyan közép kategória, amivel még utcára is ki tudok menni. Összességében, ami nem tényleg itt szakadjunk el a sminktől, de mennyit foglalkozol azzal, hogy így nézzél ki? Mert tényleg írtott dögös vagy, gyönyörű alakod van, csupa izom vagy, mindig csinosan vagy felöltözve, mindig szép a hajad, lehet, hogy nem vagy sminkben, de szép a bőröd, tehát azért valahogy ez mégiscsak biztos, hogy valamennyi energiabefektetés, vagy mondd, hogyha nem, hanem egész egyszerűen vagy reggel felkelsz, és ez így lett. A férjem szerint takarodjak a jó büdös francba, ő szíve szerint oda kötöz engem egy edzőterembe, én meg soha a lábam be nem teszem. Tehát én nem szeretem a edzőtermeket, sőt a sporttal is úgy vagyok, mint Churchill, vagy így messziről. Nem sportolsz egyáltalán? Hát nem. Most soha nem is sportoltál? De. Gyerekkoromban én atléta voltam, középtávfutó, és annyit futottam, hogy egy életre elment a kedvem a futástól, tehát hogy így nem, kosárlabdáztam is, nagyon szerettem, de aztán valahogy ez így nem. És ez a rúgtánc volt az, amit úgy megtaláltam magamnak, ami egy jó fajta. De azért ez nem egy olyan állandó sport, hogy heti háromszor évek óta jársz rúgtáncolni. De hát ilyen... amikor készültem a versenyre, akkor heti ötször jártam. De akkor kisportoltad magad előre három évre? Akkor vagy megint ez... kisportoltam magam. Most én is mindig találok kifogást.
férjem szerint. Egyébként igaza van, tényleg mindig találok kifogást. És ugyanúgy eszel akkor is, amikor edzel, meg ugyanúgy eszel, amikor nem. Mondjuk, amikor edzel, az ugye 3 hét egy évben. Igen, pont ugyanúgy eszem akkor is. Az az igazság, hogy én... Hát nem most fognak megszeretni. Csak mondom. Nem. Most már mondjál valami szimpatikusat, légy szíves. Mindent eszel. Most nyeltem egyet, mert a köröm pörköltre gondoltam. És ez olyan jól esett. Még gondolati síkon is. Mondjuk annyi, hogy cukor nincs egyáltalán a háztartásomban. Tehát rendes, finomított cukor, az nincs. Lisztből is teljes kiörlésűt, és kenyeret nem nagyon szoktam enni. Mert azt annyira nem, vagy csak ilyen fehérje kenyeret eszem. Na de amikor a pékség előtt elmegyek... Ezt akartam kérdezni, hogy kenyér, a túróstáska nem számít kenyérnek. Nem, a túróstáska nem érdekel, mert az édes, és nem szeretem az édeset, nem vagyok édesszájú. De egy ilyen sajtos tangli, vagy egy fokhagymás kifli 2-3, az azért az nem nagyon tudok ellenállni. Az nem kenyér. Az hol kenyér? Ez nem kenyér. Bár ugyanolyan fehér lisztből készül, de az nem kenyér. Mi az, ami szerinted neked a legfontosabb, mondjuk a következő akárhány évre, ahhoz, hogy tartani tud a formádat? Mert akárhogy is azért valahogy egyre nehezebbé válik. Nem neked, de nekünk. Nekem? Nekünk embereknek. Nekem is. Egyre nehezebb. Tehát azért nem azt a kocka hasat látom, amit láttam régen. Tehát így már, hogy egy másodperc választ el az 50-től, azért már nem ugyanaz a test, amit láttam ezelőtt, még akár 10 évvel is. Csak mivel annyira elfogadtam saját magam, hogy úgy vagyok vele, hogy 50 évesen ez tök jó. Azok a nők szoktak ennyire jól kinézni, egy ponton túl is, akiknek ez nagyon fontos. Nem. Azok a nők vannak, vagy azok a nők ilyenek, akik maximálisan elfogadták saját magukat. És akik nem akarnak mások elvárásainak megfelelni, hanem saját maguknak csak. De az öregedéssel is ilyen a viszonyod? Igen. Én azt mondtam, hogy persze nagyon fontos az, hogy az arcom viszonylag jól nézzen ki, de hogy én soha nem mennék el azért plasztikai sebészhez, hogy fölvarja az arcomat, vagy a szememet, azt mondjuk a férjem nem engedné, mert akkor elválna tőlem, mert nekem ugye van ez a Bernát hegyi szemem. Ami szépen így ráhajlik, és amikor nagyon fáradt vagyok, akkor nem is tudom kinyitni a szemem, mert akkor ugye bőrredő ott van. És most ezen, kicsit sarkítottál, jó, picit. Ezen az egyen gondolkoztam, de a férjem mivel ezt szereti, ezért nem csinálhatom meg. Ami plasztikán kívül megtehető egy arccal, azt megpróbálom megtenni. Tehát különböző orvosesztétikai kezelések. Például voltam egyszer egy hifú kezelésen, ami ilyen lézeres. Uh-huh. Akkor pont tegnap voltam egy ilyen, hát én meg nem mondom, hogy mi ez, mert ennek van valami neve, amihez én nem értek, de az a lényeg, hogy 4 mm mélyen ilyen nagyon meleget generálnak a bőrbe, amitől a kollagén termelés elindul. És azáltal, hogy a kollagén termelés elindul, ezáltal a bőr egy valamelyest megfiatalodik, és ez egy évig tartja magát ez a fajta kezeléset, amíg az új kollagén részecskék magukhoz térnek és elkezdenek dolgozni. Ez nem azonnal látszik, ez egy 2-3 hét, amire a bőr azt mondja, hogy hopp, itt valami történt. De ezen túl nem. És mivel minden ráncom én megdolgoztam, az mind az enyém, nem adom oda senkinek. És az én szakmámban ugye hülyeség lenne azt gondolni, hogy Júliát el fogok még ebben az életben játszani, maximum a Dajkát. Már a Júlia anyukájához is öreg vagyok, mert az is 30 éves volt. Hivatalosan a szakmámban szükségem van a mimikára. Na most én bebotoxoltatom a fejemet, akkor fölhúzom a szemem, és nem történik semmi. Tehát, hogy ezt így nem. Meg én megtanultam elfogadni magam is. Tudom jól, hogy az a nevető ráncom az mitől alakult ki, az a másik meg megint mitől alakult ki. És nem akarok más lenni, mint ami vagyok. Talán ez a legfontosabb, hogy nem akarok más lenni. Nem akarok másnak látszani, mint ami egyébként én vagyok. De azért látod, hogy
hogy a többieknél nem feltétlenül így van. De az az ő döntésük. Nem csak arra, nem persze, nem ezzel. Csak hogy azért ez nagyon, nagyon különc bizonyos szempontból, ahogy te erről beszélsz, meg ahogy csinálod. Mert hogy annyira, azért te vagy a jó csaj. Akárhogy is, hát revűben, tehát érted, mizébe vagy, pendelébe, nagy csillámmal, a jó nő. És hogy ez mégsem kényszerít téged semmi olyanra, vagy egyetlen semmire. Nem, mert az a jó nő, az egy szerep. Az ugyanúgy na, szerep, de mint a tündérkeresztanya. Ott kell, hogy fent legyen a feneked. Hát jó, hát igen. Ezt nem tudod eljátszani, hogy fent van, aztán utána lemész is lent van, hát mert ne idegesíts benned. Azt nem, azt tényleg nem tudom eljátszani, ez igaz. Ügyesen kell csomagolni. Tehát az is nagyon... Tangába, vagy mit csomagolsz? Hát láttam. Jó, hát van cuppantós harisnya, meg nem tudom én. Tehát hogy azért vannak ott... tehát meg lehet ezt optikai tuninggal oldani. Nagyon sok mindent. Mi az, amit a legjobban szeretsz magadon? A karomat. Az tök jó. Azzal nem kell csinálni semmit. Azzal nagyon nagy szerencsém van. Mert az mondjuk egy... másfél literes ásványvizet így fölemelek kétszer, és tónusban van azonnal. Tehát az a semmit nem kell csinálni. Meg mindennek ellenére a szemem az, amit szeretek. Ez az, ami olyan viszonylag feltétel nélkül minden máson tudnék találni. Amikor most a nyerőpárosban volt ez a bizonyos rután, igen, amiről mindenki beszélt utána, igen, és ahol így leiskoláztad a 20 éveseket. Az annyira jó volt, az ilyen, ott ilyen korosztályos büszkeséget éreztem, hogy... Lehet ezt így is. Nem tudom megcsinálni, de mégiscsak. Mi közel mégis az 50-hez. Mégiscsak a nerjét oda rakta. Hogy akkor azért így érezted a végén, nem? Hogy ez azért elég cool, hogy te odamész egy akármilyen kis ruhába, és azért olyat tudsz csinálni, meg úgy tudsz bánni a testeddel, meg olyan izmaid vannak, meg úgy mozogsz, meg úgy nézel ki, hogy tényleg a 20 évesek azok csak fotózzák telefonnal. Nem volt. Nem mondd, hogy nem volt benned egy ilyen... Nem volt időm ezzel foglalkozni. Mert... Jó, de azóta van egy csomó, azóta nem így ülsz. Nem, tök másként látom. Tök másként látom, mert mivel azt mondták a lányok, hogy te ezt úgy is tudod, segíts. És az összes lánynak összeraktam a cuccát, hogy mit csináljon. Kitaláltam nekik a geget, hogy mi legyen az. És mikor oda került a sor, hogy akkor most jövök én, és akkor kitalálok valamit, akkor mondták, hogy 10 perc múlva indulunk. És akkor hirtelen, hogy mi és jó, és akkor a mama mit csináljon? És akkor jött az, hogy jó, hát akkor legyen a takarítónő, mert hát végül is az én koromban már... És akkor így megpróbáltam azzal kompenzálni azt, hogy most nem tudom, hogy mit fogok csinálni. És amíg utaztunk a helyszínig, addig fejbe próbáltam összerakni azokat a dolgokat, hogy mit fogok majd csinálni, mi lesz az én műsorszámom. Uh-huh. De hát azt tudtam, hogy mivel én ezzel foglalkoztam előtte, hogy azért nekem érdekes módon sokkal nagyobb szó volt az, amikor a kommandós feladatot megcsináltam. Uh-huh. Én amiatt sokkal büszkébb vagyok magamra, mint a rúgtánc miatt. Hát nyilván, mert hogy az messzebb sokkal, van attól, amit... Sokkal büszkébb vagyok rá, ugyanis a két lány volt annyi idős, mint én együtt, és 2 percet vertem a másik legjobb időre. Tehát nekem az nagyobb teljesítmény volt, mint a rúgtánc. Mert a rúgtánc akkor éreztem volna nagyon nagy teljesítménynek, ha akkor találkozom először vele. Összekevered? Aha. Igen. A bronzosítót, a highlightert, meg a pirosítót? Igen. Igen, mert jó, ha a highlightert fölé teszem, akkor így nagyon egy csík lesz. Így meg egy egységes csillogó színt kapsz. Hát ide lekentem egy kicsit a cuccot, de hát kit érdekel? Az egészség, most ne a szépségről, és ne ebben a körben mozogva, de az egészségedért mit teszel? Vagy azzal is ilyen nagyvonalúan bánsz? Tehát azért nyilván a testedet egyrészt persze az ember azért törődik vele, hogy jól nézzen ki, de másrésztről azért törődik vele, hogy minél hosszabb távon jól kiszolgálja, és minél hosszabb távon jól tudja használni.
Valószínű, hogy mindaz, ami vagyok én így globálisan, az köszönhető annak, hogy életemben nem ittam alkoholt soha, nem dohányzom egyáltalán, nem semmilyen tudatmódosítószerrel nem élek. Megpróbálok megfelelő mennyiséget aludni, amiben a férjem ugye nagy segítség, hiszen reggel nem kell a gyerekhez kifakálnám. És azért ez hosszú távon abszolút meghálálja önmagát. Ezen kívül olyan nagy, mondom, az, hogy nem használok ilyen finomított lisztet, cukrot, ezen kívül nem. Sokat iszom, máhogy vizet. Ugye? De hogy így, de közben meg szeretem a kólát, tehát hogy most, ha elmegyek vacsorázni, és nehezebbet eszem, mint szoktam, akkor biztos, hogy egy liter kólát legurítok utána. Mert az úgy, az jó esik, és jól érzem tőle magam. De hogy így, nem, semmi olyat nem. Hát ott lehet, hogy ez a varázsszó, hogy bevettem reggel a leszarint, és tehát, hogy nem. Nem vagyok hajlandó tudomást venni a körülöttem lévő rossz dolgokról, el vagyok a saját kis világomban, van egy hál' Istennek jól működő családom, amiből energiát tudok meríteni, az a munkám, ami a hobbim, azt csinálom, amit szeretek, nincs olyan része az életemnek, amire azt mondanám, hogy hó, basszus, ezt nem kéne csinálnom, de muszáj, mert vagy ezért, vagy azért, vagy amazért. Tulajdonképpen harmonikában vagyok az életemmel, teljesen rendben vagyok mindennel, amit csinálok. És valószínű, hogy ezért nincs szükségem pótcselekvésekre egyéb dolgok terén. Talán ez lehet a titok. És mivel nagyon sokat adok, mert a színpadi lét az arról szól, hogy emóciókat válts ki emberekből, adj magadból másoknak, hogy azáltal ők jobban érezhessék magukat, vagy legyen egy jó estéjük, vagy az ő saját hétköznapi gondjaikból kiszakadva egy 3 órán keresztül valami olyat éljenek át, amitől tovább tudnak lendülni a rossz dolgokon. És az a tudat, hogy én reményeim szerint sokat tudok adni másoknak, annak az x száz embernek, aki ott ül a nézőtéren, ez nekem jó, és ez engem feltölt. Így, talán ezek. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.